Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Amikor jöttem most ide a szentségimádásra, útközben az autóban Szüzanya énekeket hallgattam, és a mély nyugalom és békesség töltött el. Szüzanya az eukarisztikus asszony jelen van köztünk, és ő is imádkozik velünk, közben jár értünk. Minden szentmisének és minden szentségimádásnak különleges vendége a Szűzanya, és ő, mint a béke királynője, valóban nekünk adja a saját békéjét. Nem csak azért, mert Isten megbízta azzal, hogy fiának anyja legyen, hanem azért is, mert a Szűzanya Mária tényleg személyesen szeret minket, és aggódik értünk, és gondol ránk. És vágyakozik arra, hogy az ő fiát minél többen, és minél jobban szeressék. Ezért újra és újra kérjük Mária segítségét, hogy jobban be tudjuk fogadni a Szent Lelket, hiszen Máriánál teljesebben senki nem fogadta be a Szent Lelket. Most ezen az újabb eukarisztikus katekézison imádkozzunk úgy, ahogyan már eddig is, mindig az elején, azért, hogy valóban, amit hallunk, az bennünk azt a változást hozzá, amit Isten kíván. Mondjuk majd utána. Mennyei Atyám, Jézus nevében kérlek, áraszd ki rám a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Hogy amit most hallok, az megváltoztassa azt, ahogyan gondolkodok. Ahogyan érzek. Ahogyan imádkozok. Ahogyan cselekszek. Amen. Az elmúlt alkalommal Jeremiás síralmaiból az első fejezet 11. versről elmélkedtünk egy picit együtt, amiben azt mondta nekünk Isten, hogy a város pusztulása idején, amikor minden elfogyott, amikor minden kincs másodlagossá vált az ételhöz képest, akkor egy falat kenyérért mindent odaadtak volna az emberek. Mert ez az óriási éhség, ami fizikailag gyötörte őket, egyszerűen átértékölte a látásmódjukat. És ugye a másik fordításra is biztos emlékszünk, amit hangsúlyoztam, hogy azért, hogy föléledjenek. Igen, föléledünk Jézus jelenlétében. Föléledünk, amikor ő belőle kiárad ránk a fény. Most remélhetőleg egy picit tovább lépünk, de újra és újra ugyanarról van szó végül is. János evangéliuma 6. fejezet 27. vers. Jézus mondja, ne azért az eledelért fáradozzatok, amely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az emberfia ad nektek. Eledel. Ugye az elmúlt alkalommal arról beszéltem tehát, hogy amikor az emberek szélsőséges helyzetben vannak, akkor újra értékelnek mindent, és a léthöz, az élethöz leginkább szükséges dolgok lesznek igazán fontosak. Most innen egy picit tovább lépve,
Jézus azt mondja, hogy van romlandó eledel, és van örök élet kenyere. Nagyon tanulságos az, hogy a romlandó eledel színe fátyla alá burkolózik az örök élet kenyere. Tehát ugye az, amit látunk ebben a szép szentségtartóban, amit fizikai szemünkkel látunk, az az ostya, önmagában egy romlandó eledel. Hogyha valóban ténylegesen megromlana a szent ostya a tabernákulumban, abban a pillanatban elveszítené eukarisztia, oltári szentség mi voltát. Tehát, ha például vízbe esik, vagy ha megpenészesedik, vagy ha tűz üt ki a templomban, és megkárosodik a tűzben, úgy, mint bármelyik másik tárgy az épületben, akkor abban a pillanatban megszűnik eukarisztia lenni. Tehát valóban az oltári szentségnek van egy színe, így is mondjuk, hogy az oltári szentség a kenyér színe alatt rejtőzik. Tehát amit látunk, az egy fátyol, az egy romlandó eledel. Bármennyi szentostját megölhetnénk fizikailag, attól még önmagában nagyon valószínű, hogy nem laknánk jól. Azonban a hit számára kinyílik egy másik világ. És ez az, amit Jézus mond. És ezért ünnepeljük mindig úgy, hogy ez hitünk szent titka. Most ez nem olyan titok, ami be van zárva egy kis dobozba, a kulcsot meg egy feneketlen kút mélyére dobták, és be van zárva, és el van rejtve, hanem ez inkább egy olyan titok, ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor a szivárványt látjuk. Hogy úgy megjelenik, egy ideig látható, aztán eltűnik. Kicsit olyan, hogy nem tudjuk, hol kezdődik, nem tudjuk, hol ér véget, de látjuk és csodáljuk. Na most ilyen hasonlatot alkalmaznék az oltári szentség misztériumára, hogy ugye magunkhoz vesszük, bekerül a mi létünkbe, és ott valami változás történik. Nem biztos, hogy mindig úgy, ahogy azt esetleg szeretnénk, de változás történik. Tanítja az egyház, hogy minden szent áldozás eltörli a bocsánatos bűnöket. Tehát bűnbocsátó hatalma is van, megerősítő hatalma is van, gyógyító hatalma is van. Ki tudja, hogy hány betegséget kerülnek el azok, akik napi szent áldozók. Azért nem mindegy az, hogy ha egy talán exakt, objektív vizsgálatot tartanánk, hogy például a papok fizikailag is azért mennyivel tovább élnek és erősebbek. Miért? Azért, mert a napi szent áldozás által mindig kaptak egy kis pici erőt, egy löketöt, egy lendületet, és lehet, hogy sok napi, hétköznapi betegség, ami másokat elért, az őket elkerülte. Mert a romolhatatlanság köntösébe öltöztek. Ugye ezt a körösség szentségében mindenki megkapja, de ugye a körösségünk tiszta ruháját, azt sokszor összepiszkoljuk, és a bűneinkkel foltot ejtünk rajta. Természetesen alapvetően megmarad a körösség szentsége létünkben, megváltoztathatlan, ott van a pecsét rajtunk, de hogyha ebből nem hozzuk ki azt a napi erőt, azt a napi lendületet, akkor hát tényleg ott marad, mint egy benzinkannában a benzin, hát nincs fölgyújtva, akkor nem lángol, akkor a robbanó motorba nem adja át azt az energiát, ami benne rejtőzik. Tehát egy fátyol, egy
kenyér színe alatt egy látszólag romlandó valóság külszíne mögött ott van az örök élet kenyere. Ott van az az étel, amire valóban szükségünk van. Ami áthatol téren és időn, és ami kinyitja nekünk a mennyországot. És ez a mennyország pedig maga az Isten, aki önmagát adta nekünk, az ő dicsőségében föltárta a csodálatos arcát, azért, hogy imádjuk. És ez nekünk nagyon jó. Most minél inkább elmélyülünk az oltári szentség szemlélésében, ez tulajdonképpen évek, évtizedek komoly munkája, hogy a bűnös emberi természetünk megtisztuljon és átistenüljön. Tehát minél inkább ezt a spirituális munkát végezzük magunkon, illetve engedjük a Szentléleknek, hogy végezze rajtunk, annál inkább mi magunk is romolhatatlan szeretetté válunk a többiek számára. Mert a szeretet szentsége az nem is statikus valami, hogy hát most itt vagyunk, és hát eltelt az idő, aztán jó napot hazamentünk, hanem a szeretet szentségévé válunk mi magunk is. Ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk magunkban, meg másokban is, hogy a szeretetünk nem teljes. Hát, hogy sokszor ugye a szeretetünkben van féltés, ragaszkodás, olykor még zsarnokság is, hogy birtokolni akarjuk a másikat, hogy fenyegetjük, hogy ha nem úgy szeret minket a másik, ahogy mi szeretjük őt, akkor megvonjuk tőle a szeretetünket. De most ez a fajta szeretet, ez romlandó szeretet, múló szeretet. De minél inkább a szeretet szentségében, az eukarisztiában elmélyülünk, annál inkább a szeretetünk is megtisztul, és mi magunk a szeretet szentségévé válunk, és a szeretetünk romolhatatlan szeretetté kezd válni. Olyan szeretetté, amelyben a szentek részesítik egymást, mivel már ők teljesen elmerültek a Szent Háromság dicsőségében. Nagyon fontos, hogy álljunk meg a hétköznapjaink során is, és a gondok között vagyunk, hogy egy picit képzeljük el, hogy vagy ha rossz érzések támadnak ránk, hogy gyűlölködjünk, vagy ilyesmi, vagy haragudjunk másokra, vagy bármi rossz van, hogy képzeljük el egy pillanatra, hogy most a mennyországban is így éreznék én ez iránt, az ember iránt. Hát biztos, hogy nem. Tehát a mennyország az a teljes, tökéletes, tiszta szeretet állapota, ahol Istenben már úgy vagyunk jelen, hogy bennünk sincs semmilyen sötétség. Ugye szintén Szent János apostol mondja azt az első levelében, amit emlékezetem szerint itt már idéztem, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. János első levele, első fejezet, 5. vers. Na most, amikor mi teljesen Istenben vagyunk, akkor Istennek a tulajdonságai ránk is érvényesek. Hogy nincs már bennünk semmi sötétség, csak világosság. Hát nyilván ez a földi zarándok utunkon így tökéletes valójában még nem történik meg, tehát a legnagyobb szentek is, amíg földi zarándok utukon voltak itt köztünk, biztos, hogy átélték a sötétségnek, a bűnöknek az állapotát. Ne romlandó eledelért fáradozzunk, hanem olyanért, ami megmarad az örök életre. Mit jelent a romlandó eledelért fáradozni? Anélkül, hogy személyesködve konkrét példákat mondanék, gondoljuk végig az életünket, hogy mikor kaptunk igazi föltétlen szeretetet. És miért kaptuk azt? Kaptunk-e egyáltalán? Mert valójában szeretetre van szükségünk. A vigasztaló Szentlélekre, aki maga a szeretet. És minden egyes szentségimádáson Jézus szívéből a Szentlélek árad ki ránk. Tehát a Szentmisében a Szent áldozás, vagy most pillanatnyilag a szentségimádás, ez lélek áradás. Természetesen a Szent Háromság mindhárom személye együtt jelen van az Eukarisztiában Krisztus által,
az ő Isten fiúi mi volt és emberi természete által, de leginkább azt mondhatnánk, hogy Szentlélek kiáradás történik. Hiszen Jézus megígérte a Szent Lelket, és azt akarta, hogy befogadjuk a Szent Lelket, azt akarta, hogy a Szent Lélek megváltoztasson minket. És akarnunk kell a változást. Akarnunk kell azt, hogy beinduljanak bennünk olyan folyamatok, amik szinte számunkra is meglepőek. Hogy mit mondunk, hogy hogyan cselekszünk. Én emlékezetes a számomra az, amikor az Élet Kenyere közösségben voltam Martonvásáron. Ez egy olyan közösség, hogy Franciaországból indult karizmatikus mozgalom, és a monasztikus szerzetes rend elemeit ötvözi. A legfontosabb céljuk, hogy a szegényeket fölemeljék, és hogy az egész világot oda vezessék az eukarisztia elé. És ebben a közösségben voltam néhány napot, én is ott sokat imádkoztam velük az oltári szentség előtt, és egyik nap, így délben, vagy délelőtt, szép idő volt, kint voltunk az udvaron, és az egyik testvér kínált minket valami nagyon finom étellel, már nem is tudom pontosan mi volt, talán valami kis finom puding, ilyen edényökben volt, és én is úgy segítettem úgy rakosgatni, meg továbbadni, és amikor kezembe vettem egyet, hirtelen egy olyan gondolatom támadt, ami még soha, és meg is lepődtem, kinek kellene most ezt tovább ajándékozni. És magam is meglepődtem ezen, hogy itt van a kezembe egy nagyon finom kis kejben, ugye cukrászdában szépen elkészítve, számtalanszor lehet ilyet látni, és nem az volt a gondolatom, hogy hú, ne is lássam ezt a süteményt, és rögtön egyé váljon a gyomrom medveivel, és átéljem a nyelvembe, hogy hú, de finom ez az önnivaló. Nem erre gondoltam, hanem meglepő módon, erőteljesen, szelíden, de ugyanakkor nagyon határozottan az volt benne, hogy kinek ajándékozzam ezt tovább. És tovább is ajándékoztam, ott jött valaki az udvaron, és megkapta. Persze utána én is kaptam a következő adagból, de ez az öröm, ez egy mélyebb, nagyobb, tisztább öröm volt, mint az a fizikai öröm, amit a nyelvemnek okozott az az étel. Na most, amikor tehát ott voltam a közösségben, most egy picit elemezve ezt a állapotot, ugye sokat voltam ott az oltári szentség előtt, és Jézus szívéből kiáradt a Szentlélek, és a mennyország érzései, gondolatai, sugallatai nagyobb teret nyertek bennem. És ez így igaz lehet mindannyiunkra is. És ne ijedjünk meg, hogyha meglepő gondolatok támadnak bennünk most hazafelé sétálva innen a szentségimádásról. Vagy esetleg majd álmunkban az Úr üzen nekünk. Az Úr átalakít minket, mégpedig olykor elég meglepő gondolatokkal. Olvasgassuk a szentek életét, hogy kinek mit adott az Úr. Egyik alkalommal, amikor szentségimádáson voltam, azt adta az Úr a szívembe, hogy nyissak egy füzetet, és kezdjem el írogatni a tapasztalataimat. Ezt már itt ajánlottam, de újra ajánlom, hogy legyen saját Bibliánk, hozzuk el, és legyen füzetünk, és engedjük, hogy az Úr vezessen minket, majd szépen, mint ahogyan tavasszal elkezdenek a növények úgy kikelni a földből, vagy a lelkünkből is szép virágocskák bújnak elő. Egyre több és egyre szöbbek. Most egyik alkalommal tehát jött ez a sugallat, ez az indítás, hogy nyissak egy füzetet, és kezdjem el jegyezni a gondolatokat, és hát, mint látjátok, kedves testvérek, már egyre vastagodik ez a füzet, és egyszer ez a kérdés volt bennem. Mielőtt elmondanám ezt a részletet, amit ide írtam, egy szentmise után, amikor kicsit úgy éreztem, hogy mintha nem teljesen adta volna át az egész közösség magát az Isten imádásának, ezt írtam. Jézusom, hogy bírod ki ezeket a miséket? Miért nem téped szét az ostját, és üvöltesz ki belőle? Hát csak ennyire becsültök engem? Kiáltással. Válasz, mert szelíd vagyok, és még nem jött el az idő,
hogy lehújjon a fátyol. Igen. Hát Jézus türelmesen vár minket itt az oltári szentségben, minden templom rejti a tabernákulum mélyén Krisztus testét, és bizony szükség van arra is, hogy a drága jó paptestvérek megnyissák a templomokat, megnyissák a tabernákulumokat, és megnyissák a saját szívüket, és előhozzák azokat a kincsokat, amiket Isten rájuk bízott. És a legnagyobb kincsot, Krisztus testét. Jézus tehát vár minket. Vár minket szelíden, azért, hogy gyógyítson minket. Azért, hogy az ő dicsőségébe beburkoljon minket. Azért, hogy az ő szeretetében megfürösszön. Azért, hogy az ő szeretetében elkényeztessen. Azért, hogy az ő szeretetében újjáteremtsön. Hogy újjáteremtsön. És ez nagyon jó nekünk. És ez igazából nem rólunk szól, hanem ő róla. Az ő hatalmáról, az ő dicsőségéről, hogy neki örömet okoz az, hogy belénk költözhet. Istennek nem csak az okoz örömet, hogy most belerejtőzhet egy kis pici kenyérbe, mert ez nagy örömet okoz neki, hogy itt van így köztünk, de még nagyobb örömet okoz neki az, amikor belénk költözik. Tehát a szentségimádástól spirituális értelemben végtelenszor nagyobb fokozat az, amikor magáldozunk. Tehát a szentségimádás az előkészítése a szentmisének, hogy amikor majd áldozunk, akkor úgy egyesüljünk Krisztussal, ahogy arra méltó volt felkészülni. De tehát nem is ez a legfontosabb, hogy ezt hangsúlyozzam, hogy méltó volt felkészülni, hanem hogy kinyissuk a kaput azelőtt a hatalmas szeretet előtt, ami ránk akar áradni. Áradjon ránk ez a hatalmas szeretet. Áradjon ránk, mert bűneink ellenére is szeret minket. Mert még az oda nem figyelésünk ellenére is sokszor úgy el tud minket halmozni az Isten szeretete, úgy meg tud minket lepni, hogy tényleg nem is gondoljuk, hogy ez most velem történt. Hát persze, hogy veled történt, mert szeret téged az Isten, mert föl akar emelni. És ezért megéri minden akadályt félretönni. Időt, pénzt, energiát, kapcsolatokat, bármilyen emberi szokást. János evangéliumból halljunk azért még egy figyelmeztetést is. Ilyen figyelmeztető az evangélium, meg én is szeretem azért ezeket idézni, hogy úgy fölébredjünk. János evangélium 12:43. Jobban szerették az emberek megbecsülését, mint az Isten dicsőségét. Hát mi pedig fordítsunk ezen. Jobban szeressük az Isten dicsőségét, mint az emberek magbecsülését, és akkor majd egy szép napon lehull a fátyol. Lehull a fátyol. Úgy, mint tegnap este Lőrinc Sándor atya számára. Lőrinc Sándor atya 82 éves korában tegnap elhunyt. Pécsön szolgált sokáig. Nagyon sok imádságot vezetett. Nagyon sokan szerették. És amikor halál hírét vettem, akkor úgy az jutott eszembe, hogy amikor utoljára találkoztam vele múlt hét szerdán Pécsön a Pius templomba, egy 10 percre volt időm bemenni délután szentségimádásra, ott mindig volt szentségimádás, és előtte találkoztam vele a szentélyben, egy kis oldalkápolnában volt az oltári szentség, és a szentélyben úgy találkoztunk, és beszélgettünk egy pár szót, úgy mosolygott derűsen, mint mindig, kezet fogtunk, kérdezte, hogy vagyok, mi van velem, Mikalon. És utána pedig úgy mondta, hogy menjél az Úr elé. Biztos ő is nagyon sok időt töltött az Úr előtt, imádságban, vírasztva, böjtölve. Most ő érte az ő lelki üdvéért. Mondjunk el egy üdvözlégy Máriát, az eukarisztikus asszonyja. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Amen. Most pedig lehet majd jönni egyesével szentségi áldásra. Nézzünk bele a Krisztus testébe, az Úr tekintetébe. Utána pedig itt van ez a kis doboz az első padon. Ige kártyák vannak benne. Lehet majd belőle húzni egy üzenet Istentől, egy üzenet a Bibliából. Mielőtt húzunk belőle, legyen egy kis kérdésünk, gondolatunk, hogy Uram, adj nekem most választ erre a helyzetemre, hogy mi legyen az, kinek azt majd kitalálja, ki gondolja, és úgy húzzon belőle ki. És én hiszem, hogy a szentségi áldás és az Isten szava ezen a kis pici cetlin, ez mind magerősít és előre lendít bennünket. Amen. Truth, let's prophesy. Yes, our God reigns. Our God reigns. Your kingdom reigns. Yes, our God reigns. Our God reigns. I'll
You know, the great thing is that we're singing about a God who is not dead, but he is alive, yeah. And because he's alive, it means that we can be alive. And if we're alive, then we can bring the world alive, you know what I'm saying? So maybe we should just shout to New York right now and just say we're alive. You ready?